fertőtlenítés. A Magyar Honvédség katonái szerda reggel a nyíregyházi krúdiban jártak. Életmű kiállítás. 160 ripőrónai alkotás érkezett a Jós András Múzeumba. Városi úszoda. A próbaüzem felénél jár jelenleg az új sportlétesítmény. Híradó a nyíregyházi televízióban. Jó estét kívánok! Az őszi szünetben 58 hazai iskola COVID-fertőtlenítésében vesznek részt a Magyar Honvédség katonái. A nyíregyházi iskolákban az 5. Bocskai István lövészdandár végzi a teljes fertőtlenítést. Szerda reggel a Krúdy Gyula gimnáziumban jártak a katonák. A tankerületek adatai alapján a kormányhivatalokban egyeztettek azokkal az iskolákkal, ahol nagyszámú beteg diák vagy tanár volt, és a COVID-járvány miatt karanténban online módon folyt az oktatás. Általában ezeknek az iskoláknak ajánlották fel az őszi szünet idejében a katonák segítségét. A haderő alakulatai az idős otthonok tavaszi fertőtlenítése kapcsán elég tapasztalatot szereztek. A Magyar Honvédség alapfeladatok közé tartozik Magyarország, valamint a magyar emberek biztonságának a szavalatolása, annak a növelése. Itt is egy olyan példát láthatunk, hiszen a koronavírus járvány okozta fertőzések miatt a Magyar Honvédség az Emberi Erőforrások Minisztériumának a felkérésére 58 közintézményben fog végrehajtani fertőtlenítési feladatot. Itt jelenleg Nyíregyházán a Krúdy gimnáziumban ennek megfelelően a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár 15 fős fertőtlenítő állománya fog ideérkezni és hajtja végre a közel 5200 négyzetméternek a fertőtlenítését. A MOL Higiflow Rapid nevű felület fertőtlenítő folyadékával dolgoztak, melyet kézi permetezővel szórtak szét az épületben. A Magyar Honvédség által rendszeresített 93-as mintájú vegyi védelmi felszerelést használták. Ezután már nem volt átjárás az iskolában, a fotósok és operatőrök is a hátsó kapun távoztak, bár a hozzáértők szerint az alkoholbázisú vírusölőszer rövid idő alatt elillan. Általában azok az iskolák, ahol előfordult a koronavírusos megbetegedések, és ezért kérték fel a Magyar Honvédséget, hogy ezekben az iskolákban hajtsák végre ezt a fertőtlenítést, annak érdekében, hogy mind a diákok, mind a tanárok, mind az ott dolgozók az őszi szünet vége után egy még biztonságosabb környezetben tudják tovább folytatni munkájukat, tanulmányaikat. Ennek a fertőtlenítésnek mindaddig van hatása, amíg az első COVID vírus megjelenik az épületben, utána ismételt fertőtlenítés szükséges. Információink szerint Nyíregyházán a Kodály Zoltán Általános Iskola, a Vasvári Pál Gimnázium és az 5-ös gyakorlóiskola vezetése is segítséget kért a Honvédségtől. November 4-én nyílik Ripőrónai József kiállítása a Jós András Múzeumban. Egy hete érkeztek az intézménybe a magyar festészet első modern művésze, Ripőrónai József képei. 160 alkotás, 3 teremben, 4 milliárdos biztosítási értékben várják a látogatókat 2021. március végéig. Egy korabeli művészettörténész illette Ripőrónai képeit a nyíregyházi kiállításnak címet adó gondolattal, az élet édes tarkasága. Szemelgethetett a múzeum a teljes életműből, hiszen a festő valamennyi korszakának láthatják itt a képeit, 160 alkotást. Teljesen egyedi összeállításban. Természetesen a lehetőségekhez mérten válogattak a Szépművészeti és az Ernst Múzeum, a Kaposvári Ripőrónai Múzeum anyagából és más vidéki közgyűjteményekből, aztán magánemberektől, illetve az Antal Lustig gyűjteményből. A három terem közül a legkisebb, a fekete, az Andrássy interjőr és a tájfestő korszak képeivel. Itt kisebb alkotások találhatók, már olyan értelemben, hogy ez magángyűjtőknek től igyekeztünk begyűjteni ezeket az alkotásokat, és a nagyobb terem, ami tulajdonképpen a kukoricás korszakát és a portréfestési korszakát jelenti, tehát ott vannak inkább a nagy ütős festmények. De itt is vannak főművei, mert ugye a fekete korszak az párizsi korszakát jelenti, és már itt újítónak számított Ripőrónai, és innen kapta a nevét is, hogy a magyar Nabi. A magyar festészet első modern mestere Ripőrónai következő korszakai, az enteriőr, a kukoricás és a pasztel arckép alkotásai egy újabb körben.
Az emeleti kiállító termeken túl a Józs András Múzeum földszintjén nemrégen avatott illusztris kiállítóteremben az Antal Lustig gyűjteményképei kaptak helyet. Desszertként meggyesi szobrokkal tette teljesé az élményt a műgyűjtő, dr. Antal Péter, aki különben tárlatvezetést is vállalt az 5 hónapon át látogatható kiállításban. A regisztrációhoz és szigorú biztonsági szabályokhoz kötött program emlékeztető ajándékot és művészeti katalógust is kínál a látogatóknak. A tájékoztató vendége Nyíregyháza polgármestere nem kis büszkeséggel utalt a november 4-én nyíló kiállítás előzményeire, a Szeúzó és Munkácsi tárlatra, illetve Szinnyei Merse Pál kiállítására. Kialakult ez a nagyon jó rendszer, hogy regisztrálni kell, tárlatvezetés van, kiadványok készülnek, tehát egy kicsit a festők életéről is lehet könyveket vásárolni, megismerkedni. Ez most egyébként ennek a kiállításnak a megszervezésében, bonyolításában is sokat segít ez a gyakorlat, hiszen itt a járványügyi intézkedések keretében ezt most még szigorúbban be kell tartanunk, tehát korlátozott létszám lehet regisztrációval, tárlatvezetéssel, 2 tárlatvezetés között szünet, levegőztetés, fertőtlenítés, és én azt remélem, hogy ez meghozza az eredményét. Nagyon sokan jönnek majd el és nézik meg ezt a kiállítást. A március végéig Nyíregyházán látható kiállításra regisztrációs oldalt nyitottak a múzeum honlapján, és a legnagyobb egészségügyi biztonságot ígérik a Józs András Múzeum vendégeinek. A 4 milliárd forintra biztosított gyűjtemény méltó alkotójához, kinek szülővárosában, Kaposváron 2021-et születésének 150. évfordulóját emlékévé nyilvánították. 50 kilovattos napelemes rendszer segíti a működést az újvárosi úszodában. Jelenleg a 90 napos próbaüzem zajlik még a sportlétesítményben, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Aquasport Egyesület használja a medencéket. Az épület körül elkezdődött a parkosítás is, folyamatos a füvesítés és a növények beültetése. Félúton tart a próbaüzem Nyíregyháza új úszodájában. Az épület falain belül és kívül is folyamatos még a munka és a fejlesztés. Ezek egyike, hogy egy hete már folyamatosan termeli az energiát a napelemes rendszer. A sportlétesítmény teraszán egy 50 kW-os rendszer segíti az úszoda működését. Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője kiemelte, a beruházás során a megújuló energiaforrások nagy hangsúlyt kaptak, így például a keddi és szerdai napsütéses időben folyamatos volt a környezetbarát energiatermelés. A parkosítást is elkezdték már az úszoda területén. Ez korábban a járványhelyzet, majd a nyári meleg miatt kellett felfüggeszteni, így csúsztak el a munkálatok novemberre. A növények beültetése folyamatos, az épület körül pedig füvesítik a területet. Egy úszodában pedig elengedhetetlen kérdés a víz minősége. Egy 90 napos próbaüzemet élünk jelen pillanatban, és itt folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségünk van a hatóságok irányába. Gondolok itt leginkább és legfontosabb, vagy legfontosabban a vízmintáknak a leadására. Ezekkel nagyon jól állunk, nagyon jó visszajelzések vannak, és az első benyomásaink azok, hogy minden rendben zajlik az úszodában, úgyhogy a tesztüzemmód úgy néz ki, hogy egy pozitív visszajelzést fog adni számunkra. Az úszodában naponta 3-szor, reggel, délben és este is ellenőrzik a vízminőséget, a hatósági akkreditált vízmintán túl is. A számítógépes rendszer folyamatosan nézi az adatokat és megfelelően adagolja a szükséges vegyszereket. A terheléses próbaüzemmód részeként mindkét medencét használni kell az úszodában. Így a Nyíregyházi Sportcentrum és az Aquasport Egyesület sportolói edzenek az úszodában, de a tesztüzem végén remélhetőleg minél hamarabb a nagy közönség számára is meg tudják majd mutatni Nyíregyháza legújabb sportlétesítményét. Reggel és délután edzések vannak jelenleg, napközben és éjszaka pedig folyamatos a medencék takarítása és a gépészet tesztelése. Rongybaba, illatzsák, varázskép készítés és gyertyamártás.
Egész héten különleges foglalkozásokat kínál az őszi szüneten lévő gyerekeknek és szüleiknek a Sóstói Múzeumfalu. A skanzenben múzeumpedagógusok foglalkoznak a látogatókkal, különleges túrákat szerveznek számukra, és közben sütőtökkel, levendulás kekszel és csillagkaláccsal kedveskednek számukra. A Szünetelj velünk programsorozat péntekig várja a kicsiket és nagyokat. Az őszi szünet a szülők számára úgy gondolom, hogy egy kicsit abban a tekintetben gondot jelent, hogy egész nap otthon vannak a gyerekek, és hogy mivel foglalják le őket, milyen programot tudnak számukra biztosítani. Mi ehhez szeretnénk hozzájárulni, hogy egy kicsit a szülők helyzetét megkönnyítsük, hiszen a Sóstói Múzeumfalu egy szabadtéri múzeum, ahol sokféle lehetőség van a különféle tevékenységekhez, illetve hogy élményt is tudjanak gyűjteni a gyerekek, és erre gondoltunk akkor, amikor ezt az őszi szünet előtt itt a Sóstói Múzeumfaluban kitaláltuk, és hát ajánljuk a szülők számára. Kedtől péntekig különféle tevékenységeket végezhetnek itt a gyerekek, megismerkedhetnek a Sóstói Múzeumfaluval egy kicsit más szemszögből is, mint ahogy általában szokásos útvonalakat ajánlunk gyerekek számára, például állatlesen, vagy szagold meg, tehát itt a múzeumfaluban lévő állatábrázolásokat tudják megkeresni a gyerekek egy kis térkép segítségével, vagy hogy milyen szagok, illatok voltak régen a falusi világban, és emellett pedig kínálunk számukra olyan tevékenységet, amelyet a gyerekek maguk is el tudnak végezni. A mai napon például rongybabát készíthetnek, vagy csutkából építhetnek várat, vagy házat, amelyik jobban tetszik, hiszen nagyon jó idő van a mai napon, és hát egy kültéri tevékenységet is tudunk biztosítani, és emellett minden nap sütünk valamit, ami a nap jellegéhez kapcsolódik. Ma sütőtököt készítettünk, amelyet megkóstolhatnak az ide látogatók, de van olyan nap, amikor mézes kalácsot készíthetnek, vagy egyéb más kemencében sült finomságot is megkóstolhatnak. Az úgynevezett múzeumpedagógiai foglalkozásoknak az a célja, hogy a gyerekek figyelmét ráirányítsuk azokra az ismeretekre, információkra, élményekre, amelyek itt a múzeumfaluban, egy szabadtéri múzeumban szerezhetőek meg, és kipróbáljanak olyan dolgokat, amik nyilván maguktól nem jut eszükbe, hiszen ez az életforma, amelyet mi itt igyekszünk átadni és megismertetni a hozzánk látogatókkal, hozzánk érkezőkkel, ez már egy letűnt életforma, és hát a mai ember számára, meg főleg egy kisgyerek számára, hogyha nem kap a felnőttektől olyan információt, ami felkeltheti a kor iránt az érdeklődését, akkor magától nem jut eszébe. De hogyha ide bejön a szabadtéri múzeumba, akkor nyilván itt vannak a lehetőségek, és mi ezeket ajánljuk és fölhívjuk számukra a figyelmet. Úgy készül egy ilyen baba, hogy ugye megfőjük ezt a rongypálcikát, és van ez a fehér anyag, ez a legnagyobb anyag. Annak a közepére behelyezünk egy ilyen kis vattapamacsot, majd a vattapamacs alatt szépen megkötjük, ugye tehát rakunk bele annyi zsineget, amennyi elég kell, hogy legyen hozzá. Ugye megkötjük a nyaka alatt, aztán belehelyezzük a kis kezecskéjét, azt is szépen úgy, hogy szép legyen, és majd megkötjük, tehát itt a dereka alatt is. Ami után ezzel meg vagyunk, van egy ilyen kis téglalap alakú rongyunk, ezt is rákötjük ide a derekára. Majd a legutolsó, hogy ezt a kis fej kötényt rákötjük a kis fejecskéjére. És végül is ennyi lenne a baba, tehát annyira nem olyan bonyolult. Szépkorúak csipke kiállítása nyílt kedd délután a Váci Mihály Kulturális Központban. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Végeztek az aszfaltozás nagy részével az Árok utcán. A munkálatok idején lezárták a teljes útszakaszt, de az utcán további javítások még folyamatban vannak. Befejezték a több hétig tartó helyreállítási munkálatokat a Nyírség víz szakemberei, a Korányi Frigyes és a Krudi Gyula utcánál.
Az útfelület aszfaltozását szerdán fejezték be az érintett szakaszon. Anyagi kárral járó baleset történt Nyírtelek belterületén, egy kanyarodó és egy egyenesen haladó jármű ütközött össze. A felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, a hatóság segítségét kérték. Helyszíni bírságot alkalmaztak az okozó járművel szemben. Teljes forgalomkorlátozás mellett közmű építési munkálatokat végeznek Oroson a Felhő utcán. Csapadék elvezető rendszer kiépítésén dolgoznak a szakemberek. Várhatóan több hétig tart a munka, ezután fogják leaszfaltozni az utcát. 17 szépkorú 232 alkotásából nyílt kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti galériájában. A Nyugdíjas Szövetség az Agórával közösen 10 éve szervezi meg a Csipke Csodák című tárlatot. A kiállítás november 24-éig az intézmény nyitvatartási idejében ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők. Csipke terítők és ajtódíszek, többek között ilyen darabokat is bemutat a szépkorúak kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. A csipkék mellett horgolásokat, híres horgolt mesefigurákat is láthatnak a tárlaton. Kádár Istvánné közel egy éve készül arra, hogy bemutathassa az alkotásait. Elmondása szerint autodidakta módon tanult meg horgolni. A figurák leírását a világhálón keresztül a legnagyobb videó megosztón keresi, illetve a közösségi oldalon is több horgolási csoport tagja. Elsősorban azt, amit a család kedvencnek tart, és nagyon szeretnék, hogy megcsináljam. Ilyen volt a fiamnak például a süsű, ami itt is megtalálható, és legutóbb a Family Guy rajzfilm sorozatból csináltam Stewie-t, vagy például a Yoda-ból csináltam egy jó pár darabot, amit nagyon-nagyon szeretnek. Idén 10 éve, hogy a Váci Mihály Kulturális Központban megrendezik a szépkorúak csipke kiállítását. Először 2008-ban volt ilyen tárlat, majd 2010-től került az intézménybe, ahol a Nyugdíjas Szövetség és az Agóra közös szervezésében két évente láthatják az érdeklődők a Csipke Csodák című kiállítást. Nagy hagyományokkal bír nálunk ez a Csipke Csodák című kiállítás. Két évente a nyugdíjasokkal közösen megszervezzük ezt a rendezvényt. Idén 17 alkodó, 232 darab alkotását tekinthetjük meg itt a Váci Mihály Kulturális Központban. A kiállítást kedden délutántól tekinthetik meg az érdeklődők a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti galériájában, ingyenesen az intézmény nyitvatartási ideje alatt. A Honvéd ellen is győzött a bajnokságban a Hübner Nyíregyháza BS. A férfi kosarasok a HEP kupában is továbbjutottak a napokban, a Szabolcsi megye székhely pedig szeretne a házigazdája lenni a sorozatnak. A bajnokságban minden mérkőzését megnyerte eddig a Hübner Nyíregyháza BS. A férfi kosarasok kedden este a Honvédot fogadták a Continental Arénában, és magabiztosan nyertek ezúttal is 178 arányban. A cápáknál Mohácsi Máté volt a legponterősebb játékos, az első két negyedben 21 pontot szerzett, és végül 29-el zárt. Az együttes a HEP kupában is győzött a napokban, így egy újabb lépést tett a döntő felé. A finálénak szeretne Nyíregyháza a házigazdája lenni. Nem tudok, szeretnénk megrendezni a HEP kupát, hogyha lehetséges. Nyilván a szövetség majd eldönti, mert ugye régebben úgy volt, hogy az A csoport és a B csoport magyar kupa egy időpontban volt, egy helyszínen. Tavalytól pedig már szétszették, és külön időpontban is volt, és külön helyszínen is, úgyhogy mi szeretnénk ezt megrendezni. Mi bízom benne, hogy ott leszünk a döntőben. Az elmúlt években többször is érmes volt a HEP kupában a Hübner Nyíregyháza BS, idén pedig szeretne a dobogó legmagasabb fokára állni. A bajnoki menetrend nagyon sűrű lesz a következő időszakban. Október 31-én a Veszprém vendége lesz a gárda, novemberben pedig a Miskolc, a Vasas, a BKG Prima Akadémia és az NKA Pécs ellen játszanak a mieink az NB1B-ben, azaz két élcsapattal is találkozik a Nyíregyháza. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Fertőtlenítették a nyíregyházi Kródi Gyula gimnáziumot szerda reggel. A Magyar Honvédség katonái segítkeznek az iskolák fertőtlenítésében az őszi szünetben, összesen 58 helyszínen. A nyíregyházi iskolákban az 5. Bocskai István lövészdandár végzi a teljes fertőtlenítést. Ebben a formában soha nem látott életmű kiállításon lehet megismerni Ripper Rónai József munkásságát november 4-től Nyíregyházán.
A Jós András Múzeum 3 kiállító teremben összesen 160 alkotását vonultatja fel az egyik legismertebb magyar festőnek. A páratlan tárlat a pandémiás helyzetre tekintettel szigorú szabályok betartása mellett várja a látogatókat. Felénél tart a próbaüzem az újvárosi úszodában. Nyíregyháza legújabb sportlétesítményében 50 kW-os napelemes rendszer segíti a működést, egy hete ezt is beüzemelték. Az esztétikus zöld környezet érdekében a parkosítás is folyamatos az épület körüli területen. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!